Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2024. január 26-án, péntek este 7 órától. Teljes körűen megújult a bölcsődei főzőkonyha. Régóta várt, 42 millió forintos beruházás valósult meg Kalocsán. Nyílt napot tartottak a kalocsai óvodák. Ezúttal a pályaválasztás előtt álló középiskolásokat várták az intézményekbe. Évértékelő vacsorát tartott az IPA Kalocsai szervezete. Több mint 70-en vettek részt a rendezvényen. Régóta várt fejlesztés megvalósítását ünnepelték január 24-én, szerdán, a Kalocsa Város Óvodája és Bölcsödéje Intézmény Zrínyi utcai bölcsödéjében. Az épületben 44 millió forint pályázati forrásból és önkormányzati önerőből a bölcsödei főzőkonyha teljes infrastruktúrális felújítása és új, korszerű eszközökkel való berendezése valósult meg. Az eseményre érkező vendégeket, önkormányzati képviselőket dr. Fülvig Géza köszöntötte. A polgármester beszédében felidézte, hogy az 1980-as évek elején épült bölcsöde épületében működő konyha már legalább 10 éve megérett arra, hogy a legszükségesebb fejlesztések megtörténjenek. Nagy öröm számomra, hogy ezt most meg tudtuk valósítani, és ez a pályázati támogatás, illetve az önkormányzati önerő, amely mindösszesen 44 millió forint volt, fedezetet biztosított, hogy megvalósulhasson ez a felújítás. A 2023-as évben az önkormányzatunk gazdasági éve olyan jól sikerült, hogy mindösszesen 227 millió forintos önerős beruházást tudtunk megvalósítani. Ez is egy ilyen rész. Dr. Fülvig Géza sajnálatát fejezte ki, hogy voltak, akik ellenezték a fontos beruházást. A képviselőtestületben a baloldali önkormányzati képviselők nem támogatták ezt a beruházást, de örülök annak, hogy a többség az úgy látta, hogy igen, szükség van erre, és ennek köszönhetően sikerül ezt megvalósítanunk. A polgármester a jelenlévő Skultéti Csabának, a Kalobau Kft. Vezetőjének megköszönte a jó minőségű munkát, és mint mondta, mind az épületrész infrastruktúrális fejlesztését, mind a konyhai eszközök, gépek beszerzését a Kalobau valósította meg. Külön öröm számomra, hogy kalocsai vállalkozó végezte ezt a munkát, így egy másik fontos célunk, mind a munkahelyteremtés és a helyi vállalkozóknak a segítése is megvalósulhatott ebben, úgyhogy azt gondolom, hogy itt mindannyian, legfőképpen kalocsaiak, mi jól jártunk ezzel a beruházással. A polgármester beszédét követően Szabóné Juhász Ildikó, Kalocsa város óvodája és bölcsödéje vezetője megköszönte az önkormányzat és személy szerint dr. Fülvig Géza azon támogatását, amelynek révén ez a fontos, jövőbe mutató beruházás megvalósult. Örömteli számunkra, hogy egy csodálatos, modern, korszerű környezetben folyhat itt a munka. A dolgozók örömére is azt gondolom, mármint a főzőkonyhában dolgozók, a kisgyermeknevelők is, hát nem mellesleg a kisgyermekek örömére is, hiszen biztos vagyok abban, hogy itt most a legfinomabb ételek fognak elkészülni. A folytatásban a Csokonai utcai Tagovoda Maci csoportjának 5-6 éves gyermekei adtak előadást. A kácsoknak jól megy dolga, sütnek, főznek, virámon darolva. Az esemény szabadtéri részének zárásaként a nemzeti színű avató szalagot dr. Fülvig Géza polgármester, Skultéti Csaba vállalkozó és Szabóné Juhász Ildikó intézményvezető vágta át. A teljes körű rekonstrukción átesett főzőkonyhán belül a megvalósult fejlesztés részleteiről Kis Ilka Anikó, a közétkeztetési intézmény vezetője tájékoztatta a résztvevőket. A megújult főzőkonyhában jelenleg 45 gyermekre főznek, de a konyha kapacitását 100 bölcsödéskorú gyermek meleg, köztük diétás ételekkel történő ellátására méretezték és rendezték be. Nyílt napra várták Kalocsa város óvodái ezen a héten a középiskolásokat, főként a végzős diákokat, hogy közelebbről is megismerjék az intézményekben folyó nevelési munkát. A középiskolás csoportok beosztva minden délelőtt érkeztek az óvodákba. Idén először szerveztek az intézmények a diákok számára nyílt napot.
Onnan indult az ötlet, hogy a pályázatomban is megjelent, hogy szeretnék nyitni, nyitottabbá tenni az óvodát, és ez is egy ilyen nagyon jó alkalom, hogy például a végzős diákok betekintést nyerhessenek óvodánkba. Az iskolák együttműködésének köszönhetően egy sikeres heten vannak túl a diákok. A nyílt nap keretein belül az iskolások közös foglalkozáson vehettek részt a kicsikkel. Bejöhetnek a csoportokba, az óvónénikkel beszélgetnek, a gyerekek közé leülhetnek, barkácsolhatnak együtt. Miután körülnéztek, utána meghívjuk őket a nevelőszobánkba, ahol közösen megnézhetnek egy általunk összeállított kis videót. Az óvodapedagógusunk mondják el egyetlen egy kis mondatban, miért is jó ez a szakma, miért is olyan szép ez a szakma, miért is jó ezt a szakmát választani. Elindult a 2024-es általános felső oktatási felvételi eljárás. Február 15-ig lehet jelentkezni a szeptemberben induló képzésekre. Annak a diáknak, aki lemaradt a programról, előre egyeztetett időpontban lesz lehetősége betekintést nyerni az óvodákban zajló hétköznapi életbe. Január 20-án szombaton tartotta évértékelő estét az IPA Magyarországi Szekció kalocsai szervezete, ahol a visszatekintés mellett az idei évre kitűzött céljaik is fókuszba kerültek. Több mint 70 résztvevővel tartotta meg évzáró évértékelő estjét az IPA Magyarországi Szekció kalocsai szervezete január 20-án szombaton, amely a visszatekintés mellett a kötetlen beszélgetésre, kikapcsolódásra is lehetőséget adott. Örülök, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Külön köszöntöttem Bóbis Attila, rendőr alezredes kapitányságvezető urat, Pintér Csaba igazgató urat, a Pintér Művek tulajdonosát, és Horváth Ákos BV ezredes urat, az Állampusztai BV intézet parancsnokát. Néhányan később jöttek, de a létszámból látható, hogy milyen sok barátunk van, támogatónk, aki kedveli a kalocsai IPA szervezetet. Nagyon fontos, hogy megismerjük egymást. Egy díszített asztalnál sokkal hamarabb megoldódnak a dolgok, mint például a hivatalos platformokon. Ilyenkor bárki bárkivel tud kötetlenül beszélgetni, és sokkal hamarabb jutunk megoldásra. Az esten felidézték, mely rendezvényeken vett részt az IPA kalocsai szervezete 2022-től mostanáig. Ezek között több nemzetközi meghívás is szerepelt, illetve a nagy sikerű Érsekkertben tartott rendezvényükről is szó esett. Július 1-én baráti IPA találkozót és főzőversenyt szerveztünk a kalocsai Érsekkertben. Csodás környezet a botanikus kertben a gesztenyefák alatt. Mertünk nagyot álmodni. A rendezvény közel 1000 főt megmozgatott. Nyilvánossá tettük a rendezvényt, külsős gyermekek, családok is részt vettek az eseményen. A visszhang nagyon pozitív volt, várják a folytatást. Reméljük, hogy idén is meg tudjuk csinálni, illetve nemzetközi versenyt is szeretnénk rendezni. Az évzáró rendezvényen köszöntötték a szervezet új elnökhelyettesét, Matota Szabolcsot, illetve okleveleket is átadtak. Az idei évtől úgy gondoltuk, hogy a hűséget is díjazzuk, megemlékezünk arról, hogy valaki 5-10-15 éve ipatag. Kettő ilyen oklevelet ma átadtunk, és megleptük ezzel a tulajdonost. Az egyik Nagy Krisztián 10 éve tag, a másik pedig Bóna Pál, aki 5 éve rendelkezik kalocsai ipatagsággal. December 14-én a Kecskeméti Városháza dísztermében tartotta éves ünnepi közgyűlését a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, amelyen Kollár Gyulát, a Dunapatai Tanyabisztró tulajdonos vezetőjét tüntették ki az év vendéglátója díjjal. A kalocsai járásból két vállalkozó is részesült a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara decemberben átadott elismerésében. Mint beszámoltunk róla, Kripta Istvánné az év kézművese díjat vehette át, az év vendéglátója címet pedig Bakos Tamásnak és Kollár Gyulának ítélték oda. A Dunapatai Tanyabisztró tulajdonosa január közepén fogadta stábunkat. Teljesen meglepetés volt számomra. Először telefonon fölhívtak, hogy van egy ilyen díj, és azt nem is tudták, nem is mondták, hogy milyen díj, mondták, hogy egy díj a kamara részéről, és hogy ennek mikor lesz ugye az átadása, hogy ezt részt tudok-e rajta venni. És meglepődtem teljesen, úgyhogy utána küldtek egy e-mailt, hogy Kecskeméten a Városházán fogják átadni a díjat, de még akkor sem tudtam, hogy ugye ez milyen díj. Csak akkor ugye már, amikor oda mentünk, és ezen az ünnepségen át tudtam venni ezt az év vendéglátó
díjat. A bisztró tulajdonosa érdeklődésünkre felidézte, honnan ered a bisztró ötlete és megvalósítása, amely, mint elárult, a régi álma volt. 9 éve kezdtük el itt a Hartai útba ezt a vendéglátós és büfés dolgot kialakítani. Ez egy régi vágyam, régi álmom volt, hogy itt Dunapaton egy saját éttermet, egy saját üzletet tudjak működtetni, és hát akkor jött el az ideje, akkor találtam egy számomra megfelelő helyet itt a faluba, de mégis a falu szérén egy megfelelő nagyságba, ahol ki tudtunk alakítani megfelelő parkolót, és ezt a tanyabisztrós feelinget, dizájnt. Az elején volt már egy koncepció, amit én kitaláltam, és ennek része volt ugye egy ilyen kis csemege, ez gyakorlatilag egy ilyen büfé és egy boltnak a keveréke, ugye átutazó vendégek vannak, reggelit és ilyen gyors ételt tudnak, italt vásárolni, és ez mellé gondoltuk még a bisztrót, hogy aki meleg ételt délbe szeretne ebédelni, az itt ezt meg tudja tenni. Először egy ilyen gyors étterem, vagy egy ilyen gyors büfészerűre gondoltunk, de azt, ahogy működött, beindult az egész, másra lett igény, és ehhez alkalmazkodva egy beülős, egy szinte egy ilyen éttermi jelleggel üzemeltettük, vagy üzemeltetjük tovább. És ugye volt megfelelő nagyságú hely, meg egyáltalán ugye ez a tanya, ez a feeling, ehhez kialakítottunk egy kis állatsimogatót, hogy az itt élő vendégeknek a családjai, a gyerekek itt addig kellemesen tudjanak időt várakozni, és eltölteni az időt, lehet a játszótéren akár játszani, vagy ugye itt az állatokat meg lehet nézni, meg lehet őket simogatni, etetni, hogy egyáltalán egy kis betekintést nyerjenek a falusi állattartás, a falusi életbe. A Tanya Bistro egy fontos útvonal, az 51-es út mentén található, így a vendégek túlnyomó többségét, mint Kollár Gyulától megtudtuk, az átutazók teszik ki, de természetesen a helyiek és a környező településeken élők is betérnek hozzájuk. A Dunapatai Pacsal az mindig híres volt, és ezért van, aki képes akár 100 kilométert is utazni, hogy megkóstolja a híres gyimesi féle pacalt. Étlapunknak a fő váza, ugye magyaros jellegű egytál ételek. Itt elsősorban ugye a pacal, az az első számú, de természetesen marhapofa pörkölt, birka pörkölt, töltött káposzta, gulyások, ezek mind kedvelt ételek, de emellett megtalálható az étlapon még frissen sültek, ebbe lehet sertés, csirke, akár grill ételek, vagy akár egy modernebb, ilyen szuvidát, egy ugye modernebb technológiával készült ételek, úgyhogy viszonylag mondhatom azt, hogy széles és változatos a kínálatunk, akár idén jelleggel, a télen, ugye nyáron, ahogy a nyersanyagok jönnek, ugye majd most fog jönni a medvehagyma, akkor például medvehagyma felhasználásával készülnek ételek, vagy akár a spárga, hogy mindig tudjunk újat kínálni a turistáknak, hogy ne ugyanak rá a megszokott étlapra. Nem minden napi kihíváson vehettek részt azok, akik jelentkeztek a Dunapatai Tanya Bistro elmúlt hétvégén megrendezett tripla pacal kihívására, amelyen fél órájuk volt a versenyzőknek, hogy elfogyasszák a tripla adag összesen 1350 g-nyi gyimesi féle pacal pörköltet, 2 méretes szelet kenyérrel, illetve 1 liter választható itallal együtt. A pacal evőmester címet végül a Hartai Halasi József szerezte meg 10 perc 16 másodperccel. Január 15-én látogatott el a Kalocsa TV stábja a Dunapatai Bisztróba, ahol Kollár Gyula, az év vendéglátója fogadott bennünket, aki a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elismerését tavaly decemberben vehette át. A beszélgetés alkalmával arról is beszámolt, hogy egy különleges versenyt hirdettek januárra. Fölvetődött egy olyan ötlet, hogy ugye a pacal, és van egy Facebook csoportunk, a pacal emberek csoportja, és itt csak a pacalról szól minden, és itt a kollégákkal gondoltuk egyet, hogy csináljunk egy pacal kihívást, ahol el kell fogyasztani 3 adag pacalt, ehhez 2 szelet kenyeret, és 1 liter valamiféle italt, az lehet üdítő, vagy akár fröccs is, és ezt fél óra alatt el kell fogyasztani.
aki ezt tudja teljesíteni, meghívtuk, vendégünk volt erre, hanem akkor meg természetesen kifizeti, elcsomagoljuk. A Biszró tulajdonos a televíziónknak elárulta, többen is voltak már, akik két adagot elfogyasztottak. Tehát három adagot még nem, kettő adagot már többen, az mondhatjuk egy ilyen, nem egy ilyen különleges dolog, de ahhoz régebben volt egy olyan kis promóciónk, hogy egy tanyabiztros pólót adtunk, de most ez a három adaghoz ugye a díj az, hogy egyrészt, hogy nem kell kifizetni, lesz egy tanyabiztros sapka, egy baseball sapka hozzá, és fölkerül a dicsőség falra, hogy lássa mindenki, hogy mekkora mennyiségbe fogyasszák a patai pacalt. A nem mindennapi megmérettetés nagy érdeklődés övezte. 30-an ültek asztalhoz a két nap alatt, hogy elnyerjék a pacalevőmester címet, amelyet végül a Hartai Halasi József szerzett meg, 10 perc 16 másodperccel. A Dunapatajon kultikus ételnek számító pacalpörköltről és az elmúlt hétvégén megrendezett tripla pacal challenge-ről többet is megtudhatnak a január 26-ai Híradó Extra című műsorunkból, melynek vendége Vastag Balázs, a verseny egyik szervezője. Amit láttam a versenyzőkön, hogy beszélgettek közbe, tehát egymással. Nézegették egymás tányérjait, nézték, hogy ki hol tart, és szerintem a jó kedv volt a taktika. Nem görcsösen ültek le, hanem tényleg baráti társaságok érkeztek, szurkolókkal érkeztek. Ki tudok emelni több embert, aki eléggé népes szurkolótáborral rendelkezett, kis család megtisztelte őket, és miközben ők a versenyen részt vettek, addig ők is ott az asztal körül sertepertéltek, nézték őket, mosolyogtak, hajrá apa, bekiabálások voltak. Szóval önmagában tényleg egy olyan rendezvény volt, én úgy gondolom, ami örömszámba és ünnepként jelenhetett meg ez így Dunapatajon. Fizikailag is összeért a Kalocsa-Pasdunahíd, ezzel egy újabb fontos állomásához érkezett a hatalmas jelentőségű, térségünk jövőjét is meghatározó beruházás. Mindezt személyesen tekinthette meg városunk polgármestere, dr. Félvig Géza, aki a bejárás során televíziónknak elmondta, az épülő Dunahíd óriási lehetőség Kalocsának. Már távolról nézve is tekintélyt parancsoló a Kalocsa-Paks híd, hazánk 20. Dunahídja, amelynek két oldala immáron fizikailag is összeért. Mindezt személyesen tekintette meg Kalocsa polgármestere, aki történelmi pillanatnak nevezte az eseményt a január 12-i bejárás alkalmával. Történelmi pillanathoz érkeztünk el ma, ugyanis a Kalocsa-Paks új Dunahídnál a két híd oldal ma fizikailag is összeért. Ezt a munkafolyamatot tekintettem most meg, és nyilván a további munkálatok is zajlanak, építik össze a hídpályát. Az építés vezető tájékoztatása szerint szépen ütem szerint fajnak a munkálatok. A magas dunai vízállás egy kicsi nehézséget okozott nekik, de ez a végső határidőt előre láthatólag nem fogja befolyásolni. Csodálatos dolog itt lenni már, itt állni a hídpályán, tényleg a Dunameder felett. Felemelő érzés, mint kalocsai ember, mint kalocsai település vezető, ezt oly régen vártuk már mi kalocsaiak, és ez egy óriási lehetőség a lakosoknak, a városnak. A polgármester kiemelte, a hídnak köszönhetően Kalocsa pár percnyi távolságra lesz az M6-os autópályától, így az országos közlekedési hálózatba való becsatlakozás sokkal könnyebbé válik, sokkal jobb infrastruktúrával fog rendelkezni városunk. Mint aláhúzta, nagy lehetőség ez a kalocsai embereknek, a vállalkozóknak és az új munkahelyek tekintetében is. Továbbá a városi lehetőségek is kinyílnak a dunántúli lakosok a dunántúli térség előtt. Nagyon hálásak lehetünk, hogy magyar vállalkozás, a Duna Aszfalt cégcsoport végzi ezt a beruházást, és ami külön öröm számomra, hogy kalocsai vállalkozó is dolgozik a hídépítésen, a Karcsák darut láthatjuk most is, ezeket a fontos hídelemeket az ő darujuk emelte be. Nagyon bízom abban, hogy nyáron már használatba is tudjuk venni ezt az új Dunahidat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híradóval legközelebb kedden jelentkezünk. Munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra!